Csillogó szemű gyerekek ültek a kihelyezett padokon szerda délután az Algyői Tiszaparton, és várták Tokió hőseit, Kopasz Bálintot és Kárász Annát. A Vajda Attila Regionális Akadémia egyhetes vízi vándor táborában 170 gyermek vesz részt, és minden nap másik városba eveznek át. A gyerekekkel együtt evez a régió névadó nagykövete, Vajda Attila is. A 2008-as pekingi olimpián kenu 1-es 1000 méteren aranyérme szegedi sportoló elmondta, a tábor lényege egyszerre sport, kikapcsolódás és szórakozás. Néha versenyzünk egy kicsit. A mai megérkezésem is olyan volt, hogy kellett egy fotofinis, de ez pont ezért jó, mert kötetlenül, közvetlenül, élményekkel teli, jó időben, jó vízen zajló esemény, és ez mindenképpen egy örök élmény. Az Algyői megállónál szerda este különleges meglepetés vendégek várták az ifjú vízi vándorokat. A tokiói olimpia két bajnoka, a szülővárosába hazatérő Kopasz Bálint és a szegedi Kárász Anna, akiket nem csak a fiatalok, hanem a helyi lakosok, köztük Molnár Áron polgármester is köszöntött. A gyerekek számára egy életre szóló élmény volt a találkozás. Nagyon nagy élmény volt. Nekem is egy cél ez, hogy kiussak én is az olimpiára, és lehetőleg én is elérjek valamit. És hát nekem nagyon, nagyon jó érzés volt találkozni velük. A köszöntés követően egy rögtönzött közönség találkozó vette kezdetét, amelyen Kopaszné Demeter Irén, aki Bálint édesanyja és egyben edzője elmesélte, nem merte nézni fia a K1 1000 méteres döntőjét. A többi edző mutogatással tájékoztatta, hogy is áll a futam. Bálint hiába ért el nagyszerű időeredményt, már azt tervezgeti, hogyan is fog ezen még faragni. Most is meg lett volna talán az a 3 perc 20 alá, hogyha egy kicsit becsúszhattam volna, de mivel éreztem, hogy tisztán vezetek, és tiszta a győzelem, így egy picit kiengedtem, hogy tartalékoljak a párosunkra, ez meg is érte, hiszen ott is nagyon jól mentünk, de a jövőben most már csak azt tudom kitűzni magam elé cél 1000 méteres távomon, hogy bemenjek 3 perc 20 alá, ami tényleg fantasztikus és brutál lenne. Kárász Anna női négyes tagjaként Kozák Danutával, Csipes Tamarával és Bonnagyi Dórával szerzett aranyérmet. Elmondta, nagyon sokat dolgozott ezért az éremért, sok hullámvölgyön kellett túllendülnie. Vannak időszakok, amiket megszépített, nehezen szépített meg egyébként, mert nagyon, nagyon nehéz heteim is voltak azért itt a válogatott megelőzően, de hát hál' Istennek, hogy most már túl vagyunk azon az időszakon, és hát mindenképpen bebizonyosodott, hogy jó úton jártunk, csak nagyon nehéz volt. A találkozón Molnár Áron, Algyő polgármestere bejelentette. Javasolni fogja képviselőtestületnek, hogy a település következő díszpolgára az olimpiai bajnok Kopasz Bálint legyen.